Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a telekkel. Hálásan köszönöm Tóth Kálmán plébános atyának, hogy meghívott erre a búcsúra. Örülök, hogy itt lehetek köztetek. Együtt ünnepelhetem a kedves évekkel Szent Ritát. Megmondom őszintén, az első alkalom, hogy most itt vagyok, de hát ugye 79. évemben járok, mindezre nem kerülhetett sor, de egyszer ezre is, ennek is eljött az ideje. Főtisztelendő érsek atya, a Szent Rita tisztelő zarándokok és a plebániai közösség nevében nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm. Háláson köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy bemutassa a legszentebb áldozatot, kedves szentünk emlék ünnepén. A Jóisten áldását és Szent Rita közbenjárását kérem további életére, szolgálatára. Isten hoztatán klubomba. Köszönöm szépen. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és neked testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvére.
azon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, te szent ritát elhalmoztad kegyelmeddel, megadtad neki, hogy szeresse ellenségeit, és homlokán viselje szereteted és kínszenvedésed jelét. Közben járására és érdemeiért add meg nekünk, hogy jók legyünk ellenségeinkhez, elmékedjünk kényszenvedéseden, egykor pedig részünk legyen a szelídeknek és szomorkodóknak ígért jutalomban. A kérsz és uralkodol a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Derékasszonyt kitalál, értéke a gyöngyét messze meghaladja. Férje egész szívével ráhagyatkozik, és nem jár rosszul vele. Mindig javára van,
sohasem kárára életének minden napján. Előteremti a gyapjút és a kendert, és mindent beszerez ügyes kézzel. Kinyújtja karját a guzsa után, és kezével megfogja az orsót. Kiterjeszti kezét az elnyomott fölé, a szűkölködőnek meg karját nyújtja. Csalfa dolog a báj, a szépség mulandó, de az istenfélő asszony dicséretet érdemel. Magasztaljátok kezemunkájáért, és a városkapuknál dicsérjétek tetteit. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten mindent hátránynak tartok, érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintek, csak hogy Krisztust elnyerhessem és hozzátartozzam. Hiszen nem a törvény útján váltam igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit révén. Isten ugyanis a hit által tett igazzá, hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét, de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget. Így hasonló akarok lenni hozzá halálában, hogy ezáltal eljussak a halálból a feltámadásra is. Nem mintha már elértem volna, vagy már a célban lennék, de futok utána, hogy magamhoz ragadjam, ahogy Krisztus is megragadott engem. Testvéreim,
Nem gondolom, hogy már is magamhoz ragadtam, de azt igen, hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Nektek, akik hallgatok engem, azt mondom, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcol üt valaki, tarts oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elveszi, ami a téd, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhatok érte Istentől? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hiszen ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthatok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit visszakapjanak. Szeressétek inkább ellenségeiteket, tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt is. Legyetek tehát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, és akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, és akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe, mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérem, gondolom, hogy sokan Szentlitát jobban ismeritek, mint én, de talán vannak azért köztetek, akik most vannak itt először, vagy akik mégsem emlékeznek a jó az ő alakjára. Hadd mondjam el, hogy a mai Olaszországban született egy Rocca Porena nevű településen 1381 körül. És Kassiában halt meg 1447. május 22-én 66 éves korában.
későn született gyermek volt, mint sok imádság, vezetés, bölt gyümölcse. Kapták meg őt a Jóistentől, miként Ábrahám Izsákot, vagy Anna asszony Sámuelt, vagy Zakariás és Erzsébet, keresztelő Szent Jánost. Szülei iránti engedelmességből kötött házasságot, valószínűleg nagyon fiatalon. Férje erőszakos, szilaj természetű férfi volt, de szülei halála után őt is elvesztette, egyik ellensége megölette. Tudnunk kell azt, hogy akkor még a mai Itália nem létezett. Itália ilyen egymással hadakozó, háborúskodó városállamok halmaza volt. Az, hogy ezek az egymással hadakozó városállamok ma egységes országot, Itáliát, Olaszországot képezik, az részben neki is köszönhető volt. Próbálta az ellentéteket enyhíteni. Ugyanígy köszönhető Szénai Szent Katalinnak, ki szintén próbálta egymással hadban álló városok között békét teremteni. Rita hamarosan elveszítette két kisfiát, és itt mindjárt megemlítem, hogy attól tartott ez a szent asszony, ha majd a fiúk nagyok lesznek, bosszút állnak apjuk haláláért. Azért imádkozott, mennyei atyám, inkább vedd magadhoz ér őket, mint sem, hogy bosszúálló gyilkosok legyenek. Minden esetre 1407 körül jelentkezett a keresztelő Szent Jánosról, keresztelő Szent János, Szent Ágoston és egy toletinói Szent Miklós közben járására, jelentkezett és bejutott a kassai Mária Magdolna Ágostonos kolostorba. Ekkor 26 éves volt. 30 éves korában már teljes értékű nővér volt, örökfogadalmát letehette, de mivel nem tudott olvasni, azért saját imákat imádkozott, nem tudott együtt zsolozsmázni a többiekkel. Halálakor, 66 éves korában megszólalt egy harang, anélkül, hogy bárki mozgásba hozta volna, akkor még elektromos harangok nem voltak, bárki meg hozzájött volna, megszólalt a harang. Pár évvel később a koporsója porrá égett, Rita holtteste pedig éppen megmaradt. Aki a második koporsót csinálta, tudják, hogy cseszkói barbari asztalos, aki Rita közben járására súlyos betegségéből gyógyult meg. Először úgy szeretnék beszélni most Szent Ritáról, mint egy szerető szívű szelid feleségről és anyáról. Egy nagy tekintélyű bencés professzor Gracianus 12. században írt egy dekrétumot, és amelyben kifejti azt, hogy kétféle keresztény van. Az egyik arra hivatott, hogy törekedjék az életszentségre, ezek a papok és a szerzetesek, a másik pedig az, akinek arra kell törekedni, hogy mentse a lelkét. Ezek a házas emberek. Nagyon sokáig tartotta magát ez a vélemény. Talán ez is az oka annak, hogy Szent Ritát olyan későn, csak 1900-ban avatták szenté. Mint egy akadálynak tekintették azt, hogy hát ő házas életet is élt egy darabig. A virtualokon és a királyi származású embereken kívül szinte senkit sem avattak szenté a II. Vatikáni zsinatig. Újmisés koromban az én breviáriumomban is egyetlen házas asszony volt, Szent Mónika, de őnek is a fia püspök volt. Utána azonban sokat változott a helyzet. Ugye ma már például Lizői Szent Teréznek már a szüleit is szenti avatták.
azon kívül Európa egyik társvédőszentje, svédországi Szent Brigitta, ő is házasasszony volt. És hát emlékszem rá, 2003-ban részt vettem Rómában Batthyány Stratmann Lászlónak, a sok gyermek és édesapának és szemorvosnak a boldoggá avatásán. Vele együtt még két apácát és egy francia papot is boldoggá avattak. Nos, Batthyány Stratmann Lászlónak a boldoggá avatásán többen vettek részt, mint a második három én együttvéve. Ez is mutatja az emberek, mennyire örültek annak, hogy végre egy édesapa és egy férj is a szentek között van, akit mi is tudunk követni. Ne értsetek félre, én a szent életű pápákat, püspököket, papokat, szerzeteseket, apácákat én őszintén tisztelem. Tudom, hogy nagyon nagy szükség van rájuk. Amíg nyüzsögtek az apácák meg a papok, addig nyüzsögtek a szép családok is. Mióta azok eltűntek, vagy megritkultak sajnos a szép családok is. Ugyanakkor mégis azt mondom, hogy nem szabad a kettőt egymással szembeállítani, és élesen ketté választani az egyház egyetlen testében. A szüzek és a házas emberek azok úgy vannak, mint a kilégzés és a belégzés. Nincs értelme azt kérdezni, mostan a kilégzés a fontosabb, vagy a belégzés. Egyik a másik nélkül nem létezik. Hát ugye szoktam mondani, hogy akár hiszetek, akár nem, én sem Mennyországból szálltam alá, hanem egyszerű falusi szülőknek a gyermeke vagyok. Ha ők nincsenek, nem vagyok én sem. Vagy mondjak még egy hasonlatot, a fociban például a védekezés és a támadás. Kell azt feszegetni, hogy melyik a fontosabb. Egyik a másik nélkül nincsen. Vagy mondjuk az ételek között a só vagy az étel, amit ízesítek vele. Só nélkül ízetlen. De ha nincs étel, akkor minek a só? Tehát egységben kell látnunk ezeket a házas szenteket és a szüzeket, papokat, szerzeteseket és a remetéket, mert ők összetartoznak. Nekünk most örülnünk kell annak, hogy egy szentétát, aki egyébként apáca is lett, de ugyanakkor feleség is volt, így ünnepelhetjük. Sirákhoz írt, Jézus Sirák fiának a könyvében ezt olvassuk, a jó feleség nagy ajándék. A szorgos asszony kedvessége elbájolja a férjét. A derékasszonyt nem lehet megfizetni. Ami a fölkelő nap istenegén, olyan a jó asszony szépsége, házának ékessége. Igenis, tiszteljük Szentitát úgy is, mint engedelmes gyermeket, aki tisztelte és szerette öreg szüleit. És megpróbáljuk elfelejteni azt, ami sajnos ma is divatos. Fiatalok úgy beszélnek a szüleikről, hogy a faterom, a muterom, meg az őseim, meg az öregem. Ezt jó lenne végre elfelejteni. Újra megtanulni ezekre a gyönyörű szavakat, hogy édesanyám és édesapám. Ezért kérnünk el Szent Monikával, Boldog Gizellával, a Veszprém Egyházmegye egyik védőszentjével, Szent Annával, Jézus Krisztus nagyanyjával, svédországi Szent Brigittával együtt imádkoznunk el a mai magyar feleségekért és édesanyákért is, hogy ők is legyenek a magyar családok felkelő napjai, a magyar otthonok a ragyogó ékességei, férjeiknek támasz és ha szükséges a megtérítői, akik elvezetik őket a hitre, mint ahogy Szent Rita elvezette a Szilaj istentelen férjét a hitre. Utolján elment ő is gyónni, és szentségekhez járult, és ezután fordult elő, hogy sajnos megölték. Imádkozzunk azért is, testvéreim,
hogy mi magyarok ne keverjük össze a hamis másságot az igazival. Hogy megértsük azt, hogy az egynemű házasok, az élettársak, meg az életszakasz partnerek, Németországban van egy ilyen kifejezés már, hogy Lebensteilpartner, nem élettárs, csak életszakasztárs. Hogy ezeket ne tegyük egy helyre a szentségi házasságban élő hitvesekkel, sem azokat a szingli lányokat, azt mondják, hogy nekik gyerek kell, de férj nem kell. Gyermeküket eleve megfosztják az édesapjuktól. Tudjátok, ezt sokszor elmondom, már Madridot is 8 óra Veszprémben elprédikáltam. Tudjátok, mikor lesznek majd az egynemű partnerek, meg a élettársak, meg a okos lányok, mikor lesznek majd alternatívái a szentségi házasságban élő embereknek? Akkor, testvérem, amikor már a kapufa meg a gól alternatívája lesz, kapufa meg a mellélövés alternatívája lesz a gólnak. Majd akkor, addig nem. Vagy amikor majd a tudatlanság meg a tévedés alternatívája lesz a tudásnak. Vagy a közömbösség és a gyűlölködés alternatívája lesz a szeretetnek. Amíg ez nem lesz, ez pedig soha nem lesz, addig ők sem lesznek alternatívái a szentségi házasságban élő, egymásnak örök hűséget ígérő jegyeseknek. Imádkozunk az is, hogy a magyar fiúk és lányok, felejtsék el ezt az ostoba szöveget, hogy jó leszel nálam egy időre. És ki tudják mondani azt, hogy szeretlek téged most és mindörökre. Felejtsük el ezt a szót, hogy próbaházasság, ami nincs. Házasság akkor kezdődik, jön létre, amikor kimondják egymásnak tiszta szívből, szeretlek téged most és mindörökre. Próbaházasságban csak a próbaházasságot lehet kipróbálni, az igazit nem. És kulturált válásról is beszélnek emberek, ami nincs. Kulturált válás az olyan, mint hogyha Michelangelo példáját akarnám kulturáltan ketté fűrészelni. Válás csak barbár van. Kulturált válás nem létezik. Kérjük Szent Itának a közbenjárását, tudjunk mi is szelidek lenni, mint a galambok. Meg tudjunk bocsátani ellenségeinknek. Tudjuk jóval viszonozni a rosszat is. Hallgassunk meg Vászi Mihálynak a szelidel, mint a szél című verséből a következő sorokat. Szőkén szelíden, mint a szél, nem lehetett sebezni engem. Ki bántott, azt vállon öleltem. Étve szánva úgy megszerettem, hogy átott megszégyenítetten, és szálltam én sebezhetetlen. Fényt tükrözök csak, sár nem ér. Szőkén szelíden, mint a szél, jöttömben csendes diadal van, sebet hűsít fényes nyugalmam, golyó szorony, kén sűrű rajban süvített át, és nem fogott rajtam. Miben naponként belehaltam, attól leszek pusztíthatatlan, szeliden győzök, mint a szél. Szombathelyen találkoztam püspöki titkár koromban Sinkovics Imrével, a Nemzet színészével. Tudjátok, mi tűnt fel? Az, hogy úgy beszélgetett velem, mint a régi ismerősök lettünk. Abszolút testvéri barátsággal. Később a Vasmegyei Sitkén egy nagybátyának az aranymiséjén láttam azt, ahol ott volt és beszédet is mondott, hogy a sitkai falusi paraszt emberekkel megint Sinkovics Imre, a nagy nevű művész úgy beszélgetett, mint barátaival. Mi volt a titka ennek? Később elárulta. Édesanyja őt így nevelte. Édesanyjának utolsó szavai ezek voltak. Kisfiam, emlékezzél rá, hogy én mindig szelíden kértelek a szeretetre.
És Imre ezt nem felejtett el. Halálig nem felejtett el. Kisfiam, emlékezzél, hogy én mindig szelíden kértelek a szeretetre. Drága testvéreim, befejezésül még hadd mondjak néhány szót arról is, hogy Szent Rita imádságos lelkű, böjtölő és kereszthordozó szerzetes volt. Valóban egyszer Krisztus Urunknak a tövis koszorújából egy tövis belefúródott a homlokába, és utána nagyon elmérgesedett ez a seb, még rossz illatot is árasztott, de csak akkor szűnt meg, amikor elmentek Rómába zarándokolni. Igen, ő szívesen vállalta a szenvedést, a kereszthordozást Krisztussal. Tövis kapott a testébe, ahogy Szent Pál írja önmagáról. Gyorsan vegyük végig a szenvedésnek a fő értelmeit. Első. Vezekelhetünk saját bűneinkért. Kiegyenlíthetjük a számlát. Eleget tehetünk az igazságosság követelményének. És ez jó dolog, nem valami szörnyűség. Adinak is van egy vers, az a cím, hogy Uram, ostoroz meg. József Attila azt írja a Szonet című versében, ó, boldog az, kinek van Istene, ki rettenetes, de maga a jóság, kinek sebet kap reszkető keze, ha leszakítja a tilalmas rózsát. Ezt József Attila írja. Tehát vezekelhetünk, ez az első, saját bűneinkkel. Második, tökéletesedhetünk, haladhatunk az életszentség útján. Drága testvéreim, az életszentség sohasem lesz itt a földi életünkben egy befejezett tény. Mindig cél marad, amely felé igyekeznünk kell. A munka és az imádság mellett a kereszthordozás az, ami elsősorban vezet minket a tökéletesség útján. Ha igazán szeretjük önmagunkat istenes módon, akkor szeretnünk el a keresztet is, mert azt tesz minket naggyá. Hallgassátok meg Tóth Árpádnak Isten oltó késő című verséből a következő sorokat. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáld áldott oltó késő bennem, téged szolgál, mert még szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorít a majkam, ha nehéz a kín, mert tudom, téd az én harcom, és győztes távolokba néz, könnyekkel szépült orszád fényű arcom. Hadd ismételjem meg az első szakaszt, tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáld áldott oltó késő bennem, téged szolgál, mert még szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Mikor a fát beoltják, a fának lelke volna, tiltakoznék, ne bántsatok engem, de akkor a vadalany nem tudna ízlet és gyümölcsöt teremni. És befejezésül, szenvedés arra is jó, hogy engesztelhetünk másokért. Tehát vezekelünk saját magunkért, engesztelünk másokért tiszta szeretetből. Így válunk igazán hasonlóvá Jézushoz, a keresztre feszítetthez, és az ő apostolához, aki azt írja, örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik testének, az egyháznak javára. Befejezésül hadd olvassam föl Zsida Jenőnek, az erdélyi fiatalon elhunyt költőnek 17 éves korában írt versét. Fiatalok, akik itt vagytok, figyeljetek, 17 éves korában írta Zsida Jenő ezt a verset. Az a címe, hogy Golgotán. Krisztusról szól, akivel a költő szeretne mind jobban egyesülni. Tépőszeg van a betűben, dalban,
a zengőnóta zord fakereszt. Meghívogatnak csókosan némán, s halni kívánva ezen a szép fán, én sóvár szívem el nem ereszt. Furcsa vágyamat magam csodálom, minek is töv is homlokomon. Nagyon zokogva, nagyon szeretve, borulok rá a kemény keresztre, sárkás derekát megcsókolom. Szépen szerettem ezt a világot, azért teszek most ilyen nagyot, mindent adva és semmit se kérve, fájdalmas szépen, meghalok érte, de harmadnapra feltámadok. Amen. Hiszek az egy Istenben, mennek és földnek. Szent fiában, ami úrunkban, aki fogadatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátustól, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jöhet ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Istenünk, te példaképnek állítottad elénk Szent Ritát, közben járás által hallgass meg kéréseinket. Urunk, Szent Rita, idősödő szülei számára a te ajándékod volt. Gondoskodásoddal tekints a családokra, hogy a gyermekeket minden családban a te ajándékodnak tekintsék. Szent Rita, őszinte tisztelettel és szeretettel tekintett szüleire. Add, hogy a gyermekek mai szeretettel és tisztelettel vegyék körül szüleiket még időskorukban is. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szent Rita életében látjuk a béketűrés lelkületét. Közben járására add, hogy megtanuljuk örömmel hordozni az élet keresztjeit és béketűréssel a megpróbáltatásokat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szent Rita férje nehéz természetű volt. Rita szeretetével és szolgálatával megtérítette férjét. Adja házasságban élő asszonyoknak olyan lelkületet, amellyel férjüket hozzá tudják vezetni. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szent Rita gyengéd és körültekintő édesanya volt. Add, hogy a családanyák szeretettel gondoskodjanak azokról, akiket rájuk bíztál. Add, hogy szeretetük Szent Ritáéhoz hasonlóan erős legyen. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a gyermekek egészségben, kedvességben és igaz bölcsességben növekedjenek Isten és az emberek előtt. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segítsd megerősítő kegyelmeddel a lelki pásztoraink munkáját. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hálát adunk neked, Istenünk, hogy nem hagysz magunkra minket. Kegyelmeddel segítesz, szentjeid által példát adsz és utat mutatsz nekünk. Vezess továbbra is a te utadon a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki él és uralkodik most és mindörökké. Amen.
áldozatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, felajánljuk neked áldozati adományainkat. Szent Rita ünnepén, könyörögve kérünk, szerezzen számunkra ez az áldozat bocsánatot és békét. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Emeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által, mert szentjeidnek példás élete által az Anyaszent Egyházat újra meg újra csodás termékenységgel áldod meg, és így bizonságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket, s hogy üdvösségünk szent titka valóra váljék bennünk, a szentek nagyszerű példája sarkal minket, de imádsággal is közben járnak értünk, jóságodat mindenkor kérve. És ezért, Urunk, az angyalokkal és a szentekkel együtt magasztalunk téged, és újjongva zengjünk. Valóban szent vagy Istenünk, s méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltesz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szentel meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből minnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik.
vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Hallott hirdetjük, Urunk, és sikert valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emléket ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismer föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Hát, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test, és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent József az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Rita asszonnyal és minden szenttel együtt. Az ő közbeni járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos Atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztusodunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk a felelőnk vétkezőknek, és
Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot. És üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékos szerint békében, s add meg teljes egységét. A kérzés uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Magamhoz ölellek, mintha már ott lennél, és teljesen egyesítem magamat veled. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen.
könyörögjünk. Mindenható Istenünk, ma Szent Rita ünnepén mennyei szentséget kegyelmével világosítsd meg szívünket, és szítsd föl bennünk a szeretet tüzét, hogy szent vágyaktól ösztönözve egyre több jót cselekedjünk. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Testvéreim, a rózsák megáldása emlékeztet minket Szent Rita életének egy jeles eseményére. Átadom a szót. A rózsák megáldása emlékeztet minket Szent Rita életének egy jeles eseményére. 1457. januárjában, amikor betegen feküdt a kassai monostor cellájában, kérte az egyik unokahúgát, hozzon neki szülőföldjéről, Rokkaporénából egy rózsaszálat. A hagyomány szerint Isten meghallgatta kérését, és Rita rokona a havas téli tájon kinyílt rózsát tudott szedni neki. Azért hívjuk segítségül most az Urat, hogy nagy lelkűen ajándékozzon testi és lelki kegyelmeket mindazoknak, akik Szent Ritát segítségül hívják. Áldja meg ezeket a rózsákat, amelyek számunkra Szent Rita emlékezetének ajándékai. Rita életét csodálatos módon elkísérte a rózsa, amelynek tövise 15 éven keresztül jelezte számára Jézus megváltó szenvedését. Ezek a rózsák jelentsenek nekünk is reménységet, támaszt, egészséget, örömöt és békét, amikor Szent Ritát akarjuk követni. Testvéreim, hívjuk segítségül Istent, ami mennyei atyánkat mélységes áhítattal, hogy áldjon meg minket, vezessen és erősítsen meg Szent Lelkének erejével. Kérdésekre válaszolunk. Áld meg, Urunk, a te népedet. Áld meg, Urunk, a te népedet. Szeretett Istene, ki kegyelmeddel kísérte Szent Rita életútját, tartsd meg minket is szeretetedben, akik az életszentségre való elkötelezettséget vállaltuk. Áld meg, Urunk, a te népedet. Gyöngétség Istene, te Szent Ritának szereteted jelőül rózsát ajándékoztál. Add, hogy mi is a vigasztalás és a békesség eszközei legyünk. Áld meg, Urunk, a te népedet. Szépség Istene, ezek a virágok és az egész teremtett világ rólad beszélnek. Segíts minket, hogy Krisztus jó illata és felhívó jelei legyünk a világban. Áld meg, Urunk, a te népedet. Vigasztalás Istene, Szent Rita hittel járt az élet tövisei között. Ajándékozz nekünk derült és kitartást a szenvedések óráiban. Áld meg, Urunk, a te népedet. Hallgass meg, Istenünk, kéréseinket, és Szent Rita égi közbeni állására teljesítsd reményeinket. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Istenünk, aki gazdag vagy irgalomban, és forrása vagy minden vigasztalásnak, árasz ki áldásodat ezekre a rózsákra, és mindazokra, akik ajándékul kapják. Arra emlékezve, hogy Szent Rita rózsát kapott tőled, és vigasztalás fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztus szenvedéseinek tövis szórásai között, amelyeket éveken át viselt, mi is megerősödjünk a te kegyelmed erejében, és tegyünk tanúságot a föltámadt Krisztusról, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Seregeknek Istene, kegyelem forrása, és a szentek koronája, add meg nekünk
a boldogságos Szűz Mária, és Szent Rita közben járására, hogy még ezeket az áldásra hozott tárgyakat használják, ne vonakodjanak követni, amit örömmel ünneplünk, és akiknek oltalmáért hálát mondunk a földön, azoknak társaságát élvezük a mennyben. Krisztus, ami Urunk által. Thank you.
hálásáért szeretném megköszönni a kedves éveknek az áhítatos részvételt. Külön is hadd köszöntsem itt, az elején elfelejtettem azokat a testvéreket, akik különböző tömegkommunikációs eszközökön keresztül vettek részt a szertartásban, Bonum TV, Mária Rádió és egyéb eszközökön keresztül most fogadjátok az áldást. Az Úr legyen veletek. Téd is magadhoz szíveit, szívét Istenünk, szent itt a égi közben járására, és őrizd meg mindannyiunkat védelmedben, Krisztus, ami Úrunk által. Amen. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon rátok, s maradjon veletek mindenkor. Amen. Köszönöm szépen Márfin Gyula érsek atyának, hogy eljött hozzánk a Szent Rita búcsúra. Ilyen búcsú nagyon régen volt, hiszen 2 éven keresztül nem tudtunk a vírus miatt eljönni. Én is köszönöm a kedves testvéreknek, hogy ilyen imádságos, jámbor lélekkel jöttek a Szent Rita búcsújára. És köszönet mindazoknak, akik szolgálatukkal, munkájukkal segítették, szebbé tették ezt az ünnepet, illetve elvitték Szentünknek a jó hírét, különféle tömegtájékoztatási eszközöknek én is köszönöm szépen. Jó Isten segítse és segítse munkájukat, és hallgassa meg, jó Isten, mindazon kéréseket és fohászokat, amelyeket megfogalmaztunk. Szentmisét követően lesz egy kis rövid technikai szünet, ezt követően lesz szentségimádás egészen a esti szentmise kezdetéig, hiszen mai napon még lesz egy esti szentmise, amelyet Szent Rita tiszteletére mutatunk be, illetve mindazon zarándokokért, akik eljönnek vagy belekapcsolódnak a közvetítésben. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönjük még egyszer érsek atyának, hogy eljön. Igen, a misét nem mondtam, 5 órakor lesz, délután 5 órakor.